Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Március 16-án, hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! A járvány megfékezése érdekében hozott változásokról tájékoztatott a polgármester. Rendhagyó megemlékezés volt az idei, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk vasárnap. Folytatódott a szemétszedési akció az Üregtó környezetében. A média világával ismerkedhettek a kőkutis diákok stúdiónkban. A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében Tataváros önkormányzata is rendkívüli intézkedéseket vezet be. A döntések nyomán bekövetkező változásokról a következő időszakban mindennapi híradónkban beszámolunk Önöknek. A legfrissebb információkat most Mihály József polgármester foglalta össze. Kedves tataiak, a járvánnyal kapcsolatos információk felsorolása előtt szeretném nagyon megköszönni mindazoknak, akik fegyelmezetten vették tudomásul a korábbi döntéseinket, így különösen a gyermekes szülőknek, akik nagyon fegyelmezetten vették tudomásul azt, hogy az iskola legfeljebb megőrzést tud biztosítani, ügyeletet tud biztosítani. Nagyon-nagyon kevés gyermek kereste fel az iskoláinkat. Szeretnénk ezt itt tartani, így tartani, és az a kérésünk, hogy az otthoni tanulásban segítsenek a szülők, és a gyermekek, a nagyobb fiatalok, gimnazisták, középiskolások figyelmét arra szeretném fölhívni, hogy most rajtuk múlik, hogy ezt a két hónapot mire használják, nem tudjuk mennyi időt, de ugye az iskola időből durván egy két és fél hónap van hátra, hogy azt milyen módon hasznosítják, ez most egyedül rajtuk múlik. Köszönöm nagyon a szülőknek az együttműködést. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az idősek ellátását továbbra is biztosítjuk. Kérjük azoknak az idős tataiaknak a jelentkezését, akik esetleg rászorulnak étkeztetésre, napi egyszeri meleg ételt tudunk venni. Szociális alapellátó intézményünk itt olvasható telefonszámán lehet jelentkezni és kérni szociális ellátást, étkezési ellátást. Karanténban egy főről tudunk jelenleg, olyanról, akinek az ellátásáról az önkormányzatnak kell segítséget adnia. A szociális alapellátó intézményünk végzi el a hatósági házi karanténban lévő tataiak ellátását. Jelenleg egy ilyen főről tudunk. Az a kérésünk, ha valaki úgy érzi, hogy ő neki abban van, és nem jelentkeztünk, és szüksége van ilyen jellegű segítségre, kérem, hogy telefonon a polgármesteri hivatal számán, vagy a szociális alapellátó telefonszámán jelentkezzen, ha mi nem hívtuk volna időben, de az a kérésem, hogy mindenki telefonon viszont elérhető legyen, aki házi karanténba kényszerült. Az orvosoknak, mentőknek rendkívüli támogatást nyújtottunk, 250 ezer forintot kap minden házi orvos, fogorvos és gyermekházi orvos. Azokat a feladataikat a lehető legjobban tudják ellátni, amelyre őket is a járvány kényszeríti. Gyermekétkeztetés tekintetében szeretném jelezni, hogy durván 80-100 fő az, aki a mai napig jelezte, hogy holnaptól házi kiszállítással kéri a gyermekének az étkeztetését. Erre nagy lehetőségünk van. Az a kérésem, hogy aki úgy gondolja, hogy segítség neki, ha házhoz visszük gyermekének az étkezési adagját, akkor az jelentkezzen azzal, hogy a felületen, az IGH-nk elektronikus felületén, vagy a megadott telefonszámon bejelenti, hogy a következő naptól étkeztetést kér. Az óvodák, bölcsödék működése is, ahogy jeleztük ezen a héten, úgy folyik, hogy mindenki a saját óvodájába viheti a gyermekét. Szeretném jelezni, hogy itt is az a jó hírem van, hogy meghallotta minden szülő. Durván a 10%-át, tehát 10-ből egy gyermeket vittek ma reggel óvodába. Az a reményünk, hogy ez a későbbiekben tovább csökken, illetve hogy ekkora létszámot nagy valószínűséggel majd a későbbiekben két óvodába fogunk megoldani, ügyeleti formában, ahogy ezt előre is jeleztük.
A polgármesteri hivatal működése online telefonos ügyintézéssel folyik. Az a kérésünk, hogy az esküvő bejelentéseket is így tegyék meg. Személyes ügyintézés csak abban az esetben tudunk biztosítani, ha azt jogszabály külön előírja. Egyéb esetekben kérjük, hogy a levelezés formáját, illetve a telefont válasszák. Helyi közlekedésben a mai napon az a döntés született a volánnal való egyeztetésben, hogy marad minden úgy, ahogy normál menetrendben folyik, tehát nincs tanszünetes autóbuszközlekedés, hanem normál autóbuszközlekedés van, vagyis minden autóbuszjáratunk továbbra is üzemel. A bérleteseknek lehetőségük van a hátsó ajtón is felszállni, minél több felszállási lehetőséget biztosítanak az autóbusz vezetői. Városi intézmények működését amennyire lehet visszafogtuk, bezártuk a sportcsarnokot, a tanuszodát, a művelődési házat, a könyvtárat, a kajakházat, a rendházat, a múzeumot és a fényest is. A Városgazda folytatja a városüzemeltetési munkáját, segítséget nyújt a veszélyhelyzettel kapcsolatban is. Itt szeretném megjegyezni, hogy tervezzük, hogy napi bejelentéssel szívesen foglalkoztatunk olyan tataiakat, akik esetleg most fizetés nélküli szabadságra kényszerültek, vagy nincsen fizetésük most ezekben a hónapokban, mert elbocsátották, vagy egyéb ok miatt. Hamarosan egy-két napon belül megjelenik a felhívásunk. Napi bejelentéssel alkalmi munkavállalóként a Városgazda alkalmazni fogja ezeket a személyeket. Jelentést kértünk az intézményvezetőktől, aként, hogy hogyan tervezik a jövőben az egészségügyi, pénzügyi és foglalkoztatási kérdéseiket. Erről hamarosan tájékoztatást kapok. Még egy nagyon fontos, minden kedves szülőt arra kérek, ne használják a városban a játszótereket, bezárjuk, lezárjuk a játszótereket. Ez is egy hely, ahol összejövünk többen. Csoportosulások ne legyenek a városba, az az igényünk, hogy a lehető legkisebbre szorítsuk a csoportos találkozási pontokat, véletlenül se legyen lehetőség a járvány tovább terjedésének. Szeretném kérni mindenkit, hogy folyamatosan kövesse figyelemmel a Tatai Televízió adását, illetve a város honlapját és a Facebook oldalát. Ez a három olyan csatorna, ahol online módon folyamatosan a lehető leggyorsabban adunk tájékoztatást minden új esetről, minden új történésről, minden új döntésről. A Városkapu újsága héten megjelenik, hétvégén várhatóan mindenkinek a postaládájában ott lesz. A polgármesteri hivatal portájáról is kérhető majd lapszám. Ebben igyekszünk részletesen mindent leírni, hogy azok az idősek, akik az elektronikus oldalakat nem használják, ők is mindenről precízen részletes tájékoztatást kaphassanak. Továbbra is köszönöm a megértésüket, és kérek mindenkit, hogy nagyon-nagyon vigyázzunk elsősorban magunkra, mindenkitől távol legyünk, mert akkor tudjuk a többieket is megóvni. A rendkívüli közegészségügyi helyzetre tekintettel Tataváros önkormányzatának képviselői idén nem a szokott nagyszabású megemlékezés részeként helyezték el az emlékezés virágait az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyeinél. A nemzeti ünnep alkalmából a képviselők egyénileg keresték fel Mancsbart Antal katolikus pap és Hamari Dániel honvéd tüzérhadnad emléktábláját, valamint az 1848-as emlékoszlopot a várudvaron. Jó kedve, bősége. Közösen helyezték el a megemlékezés koszorúit Tataváros önkormányzat képviselő testülete, valamint a Tatai Diák önkormányzat tagjai március 15-én. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt három főhelyszínen tisztelegtek a megemlékezők. Ez a mostani ünnep arra egy igaz bizonyíték, hogy tudunk-e valóban lélekben is ünnepelni. Valamikor a szocializmus alatt, ugyan március 15-ét nagy kegyesen megengedték, hogy megünnepeljük, de nem volt munkaszüneti nap. Voltak olyan ünnepeink, ami szóba se jöhetett az átkosban, hiszen október 23-án nem, hogy összegyűlhettünk volna, hanem összeszedték azokat, akiktől félt az akkori hatalom. Most pedig a mi félelmünk az, és a
nagyon helyes intézkedés következménye az, hogy nem tudunk összegyűlni, hiszen most attól kell megvédeni egymást, a másik embert, hogy én nehogy megfertőzzem, hogy mi nehogy megfertőzzük, ezért nagyon helyes, hogy most ilyen értelemben kis csoportban tudunk csak ünnepelni. De az viszont mindegyikünknek a dolga, a kötelessége, hogy az emlékezést otthon megtegye. A mai vasárnap ebédnél az a család összegyűlik, akkor ott erről van helye a beszélgetésnek, de talán még inkább van helye annak, hogy most ezekben a csendes napokban, amikor rákényszerülünk, hogy inkább otthon tartózkodjunk, ezekben a csendes napokban szedjük össze a családunkban, mi történt 1848-ban, hol voltak a mi őseink, kik voltak azok, a dédapánk, kükapánk, dédanyánk, kükanyánk, mit csináltak 1848-ban, hol éltek, hol tartózkodtak, és ezt gyűjtsük össze, meséljük el ezt a gyerekeinknek. Legyünk rájuk büszkék, ha harcoltak, ha túlélték, ha ott voltak, ha bármit is tettek, ahogy büszkék vagyunk Hamari Dánielre, ahogy büszkék vagyunk Mansbart Antalra, és a sok-sok, sorolhatnám még hosszan a neveket, ugye őket szoktuk így kiemelni, de mostanában a Facebookon is és egyéb helyeken is föltűnnek újabb tatai 48-asok. Itt az emlékoszlopra is fölvéstük, hogy hányan voltak a tataiak közül, akik bevonultak akkor a szabadságharcba a nemzetőrségbe, és hányan voltak azok, akik, és kik voltak azok, akik mindezért sok mindent tehettek és tettek is. Úgyhogy én erre buzdítok most idén március 15-én mindenkit. Otthon a saját családunkban nézzük meg, kikre lehetünk büszkék, ki mindenki volt az, aki 1848 szabadságharcát máig élően segítettek kivívni. Nekünk pedig ma élőknek az a feladatunk, hogy ezt tovább vigyük, a mai harcainkat megharcoljuk, azt az építkezést elvégezzük, amit 1848-tól kezdve ez a nemzet óriási erővel és még nagyobb lelkesedéssel végzett, azt ma nekünk is el kell végezni, várost kell építenünk, nemzetet kell építenünk, de most az első, hogy gyógyítanunk kell mindannyiunknak, és vigyázni egymásra. Isten éltesse Tatát, éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Újabb szemétszedési akciót hajtottak végre a Fogjunk össze a Tiszta Tatáért elnevezésű civil kezdeményezés tagjai. Az önkéntes szemétszedés célja, hogy a város lakói közösen tegyenek a környezetért és a tisztaságért. A legutóbbi programon a kajakháztól indulva egészen a Fáklya utcáig dolgoztak a résztvevők. Egészen elképzelhetetlennek tűnő hulladékok is előkerültek a föld alól a harmadik önkéntes szemétszedésen. Március 14-én ugyanis ismét összegyűltek a tataiak, hogy közösen tegyék rendbe a várost. A civil kezdeményezés február 29-én kezdődött, azóta minden szombaton új területet mentesítenek a szeméttől a program résztvevői. Az volt az első ilyen kísérleti akciónk, és akkor is látszott, hogy érdekli az embereket, nagyon sokan eljöttek, több mint 20-an eljöttek. Utána meghirdettük egy hétre a következő alkalmat, a tópart következő részét a Malomtól egészen a kajakházig, és akkor is egy ilyen 20 fő eljött, és most pedig a kajakháztól megyünk a Fáklya utcáig, és az a tapasztalatunk, hogy az emberek pozitívan veszik, sokan jönnek, és szerintem egyre többen fognak jönni. És az eddigi eredményeket foglalnám össze. Több mint 80 zsákot gyűjtöttünk össze a városgazda segítségével. Ők szállították el a zsákokat, ők adták az eszközöket, és ez szerintem ez a 80 zsák így 3 hét alatt egy jelentős hulladékmennyiség. Természetesen itt nem hagyjuk abba, hanem megyünk tovább. Egészen a tó körül, körbejárjuk a tavat, és bemegyünk a különböző kerületekbe is. Itt az emberek a televízióban is érdeklődhetnek, illetve van egy Facebook, egy nyilvános csoport erre. Ez a csoport a Tatán és a környékén élők fóruma a Facebook csoport, és itt megtalálható minden információ. A plakát, az esemény leírása, mikor van. Ezt próbáljuk berakni mindig szombat délutára, 2-től 4 óráig, és ilyenkor nagyon sokan járnak a tóparton, és a mi akciónk egy példamutatás is lehet a járókelőknek, a turistáknak, hogy mi szeretjük ezt a várost, és megteszünk mindent, hogy egy szép, tiszta Tata maradjon.
Kőfirka címmel indított újságot a Kőkuti Általános Iskola diák szerkesztősége. A fiatal újságírók a napokban a Tatai Televízióba is ellátogattak, hogy minél többet tanulhassanak a média világáról. A gyerekek megismerkedhettek a vágással, megnézhették, hogyan készül a híradó, és a stúdió felvételt is kipróbálták. Jó estét kívánok, köszöntöm a Tata Televízió nézőit! Hamar feloldódtak a Kőkuti Általános Iskola tanulói a Tatai TV szerkesztőségében, és bátran próbálták ki akár a hírolvasást is. A diákoktól nem áll távol a média világa, hiszen Kőhalmi Zoltánné kezdeményezésére elindult a Kőfirka, az intézmény újságja is. Először is köszönjük nagyon szépen a lehetőséget, hogy eljöhettünk ide és megnézhetjük. Nagyon-nagyon kíváncsian vártuk ezt a mai napot. Ezek a gyerekek, akik itt vannak velünk, az elindult iskolaújságnak a szerkesztősége tulajdonképpen. Heten nyolcan vagyunk, most heten tudtunk eljönni, és tulajdonképpen azért jöttünk, hogy egy kicsit belelássunk abba, hogy hogyan készül egy műsor. Igaz, hogy mi az írott, nyomtatott formáját gyakoroljuk, mert hogy újságot készítünk, de ez is egy nagyon-nagyon izgalmas terület, és ezt szerettük volna megmutatni nekik. Nagyon sok érdeklődő van, és szeretnek a gyerekek jönni, havonta egyszer-kétszer ülésezünk, kolléganőm Kőhalmi Zoltánné Jutka segítségével, és ötödikestől nyolcadikosig többféle osztályból tevődnek össze a gyerekek, és nagyon-nagyon jó ötleteket, témákat mondanak ahhoz, hogy mi legyen benne az újságban. Tehát tulajdonképpen közösen döntöttük el, mi legyen az újságnak a címe, Kőfirka lett, és hogy mi minden legyen benne. És hozzák a jó ötleteket, mindenki megírja, amit vállal, és akkor kiavítjuk, az egyik kisgyerek vállalja, aki tördeli mindezt, tehát ő viszi digitálisan föl a dolgokat, és utána pedig nyomtatjuk. Szerettük volna felelevedíteni a hagyományokat, hiszen volt már iskolaújságunk régen, és azt gondoltuk, hogy egy 35 éves iskola elevenítse újra föl ezeket a hagyományokat, és úgy tűnik, hogy ennek ellenére sikerrel, hogy nem csak az online térben dolgoznak a gyerekek, hanem veszik az újságot is, és nagyon-nagyon nagy szeretettel és kíváncsisággal készítik. Polgár Zoltán alpolgármester és a harmadik egyéni választókerület képviselője fogadóórát tart március 19-én csütörtökön 14 és 16 óra között hivatali helyiségében a Kossuth tér egy szám alatt az első emelet 103-as szobájában. A találkozó előzetes telefonos egyeztetéshez kötött, ezt a 34-es körzet 588-as 611-es telefonszámon jelezhetik. A Honvéd Bajtársi Klub elnöksége és összekötői hálózata felhívja a tataiak figyelmét, hogy a koronavírussal kapcsolatos egészségügyi és más rendszabályok következtében a Honvéd Bajtársi Klub március 26-ára meghirdetett ünnepi és éves közgyűlése elmarad. A programot egy későbbi időpontban rendezik majd meg a Magyar Zoltán Művelődési Központban. Közleményt tett közzé dr. Kórosi Emőke, jegyző a hivatali ügyintézéssel kapcsolatban Tatán. Egészségünk védelme érdekében arra kérik az ügyfeleket, hogy ügyeiket elsősorban elektronikus úton intézzék, kérdéseiket lehetőség szerint telefonon a 34-es körzet 588-as 600-as számon és e-mailben a phkukac.tata.hu oldalon tegyék fel. Az ügyintézők telefonos elérhetőségei a tata.hu oldalon olvashatók, itt tájékozódhatnak az elektronikus ügyintézés további részleteiről is. A kialakult közegészségügyi helyzetre tekintettel a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár határozatlan ideig zárva tart. A biblioboxot naponta ürítik, kérik, hogy a lejárt határidejű könyveket ott helyezzék el. A járványügyi helyzetre korábban kiadott lejárt határidejű könyvtárközi könyveket is ide helyezhetik majd el. Március 14-e és április 30-a között a könyvtár késedelmi díjat nem számít fel. Hétfő esti híreinket összefoglaljuk még egyszer röviden. A járvány megfékezése érdekében hozott változásokról tájékoztatott a polgármester.
Rendhagyó megemlékezés volt az idei, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk vasárnap. Folytatódott a szemétszedési akció az Üregtó környezetében. A média világával ismerkedhettek a kőkutis diákok stúdiónkban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Március 16-án, hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hiszen Tallózó című műsorunk következik, az elmúlt hét eseményeiből válogattunk Önöknek. Én szép estét kívánok, viszontlátásra!